Sziasztok, jó reggelt, újabb nap, és nem hiszitek el, hogy erre ébredtem fel először, csak a szagokra. De hát itt kérem szépen palacsinta készül, nem is akármi, úgyhogy a kupi tenger természetesen, ami nálunk otthon sosincs, nem tudom, ha elmegyünk otthonról, miért van. Viszont a mosogatást azt én mindig csinálom. Úgyhogy készül a palacsinta. És hát a mai reggel az ilyen viharosra sikeredik, úgy látom, hogy igazán a német is mondja, stürm is a morgen. Ilyen igazi, facsavarós, viharos reggelre ébredtünk, amit egyébként én egyáltalán nem bánok, mert én imádom a Balatonon is, hogyha ilyen az idő, rengeteg dolog van, rengeteg minden program van, lehet menni ide-oda. Viszont ebbe a nagy szélbe a törölközők és a fürdőruhák is mind megszáradtak. A mai szeles reggelt én kávéval, házi pogácsával és manikűrözéssel fogom indítani. Aztán, amint hallottam, itt a háttérben badacsonyi program lesz, úgyhogy majd onnan fogok nektek kis ízelítőt is mutatni. Sziasztok! Igen, csak a furák a színek most egyébként. Csináltam különben. Igen, az volt a fahéjas. Ne, nem kell fahéjas, ne van már benne. Na tessék, nézd meg. Az meg kakaós. Jaj, ezek a nagy problémák, Istenem, hát. És a háttérbe halljátok meg a gitározás. Passzol az ablak facsavarós, szeles látképéhez. Sziasztok, kisütött a nap, még megmaradt a szél, de mi most elindulunk kirándulni. És megmutatnám, hogy ez most a smink, teljesen natúr, egyszerű, csak egy szempilla, viszont bedurbítottam a rúst, és ilyen hosszú, lifegős fülbevalót vettem föl. Gyertek velem! Hát ő is az erősebb, de ilyen pofátlanul belejön a balagadba. Na mi van, öcsém? Mit akarsz? Szóval a badacsonyi kőkapuhoz indultunk, a kisfaludi kilátóhoz, hogy ki meddig jut föl, azt én még nem tudom, de minden esetre felkészültünk. 275 éve. Próbálok mutatni nektek, hogy az autóból. Szóval mutatom a Szigliget kivárat mindjárt. Tulajdonképpen leteszteljük, hogy mit bír az autó, mert olyan szerpentínen kell fölmenni, és ilyen mindenféle nem jó útviszonyok. Tehát ez egy kifejezett kiránduló ösvény, de mi elindultunk itt autóval. Hát nem kiránduló ösvény, az autó. Persze. Helyieknek. Milyen kiránduló? Milyen helyieknek? Hülyeséget nem mondj már, Ildi. Hát itt laknak, itt vannak a házak. Aha, milyen házak? Szőlő.
Mert itt biztos laknak az erdőbe. Jó, ne foglalkozzatok ezekkel a mellékzörejekkel. Élvezzétek hát a tájat. Lesz autók a végén, ott a parkoló a kilátó mellett. Biztos. Szerinted nem lesz más rajta? Egyelőre idáig jutottunk, mert már az út semeresen vezet, de már itt így is elég följöttünk. Van egy ilyen... de innen már tovább nem nagyon tudunk menni. Úgyhogy a két lábunkon, jobb és bal, indulunk tovább. Találtuk az utat, és elindulunk itt fölfele. Aztán, hogy ki meddig jut, az majd kiderül. Na nézzétek ezt a kilátást, először is megint szedtem egy kis virágot, és hát nézzétek. Na mindjárt befordítom a kamerát is. Ezért érdemes volt már ide feljönni. Badacsony Tomaj. Próbálok zoomolni is egy kicsit. Azért még élvezhető legyen. Élvezzétek ezt a gyönyört. Különben megmutatom, hogy az, ami ott van fönn, az se semmi. Mondjuk azt a házat úgy elfogadnám magamnak. Nem semmi kilátás. Meg a szőlő, meg ugyan blokk. Na, mit is akartam? Ja, nem ezt. Na, a kisebbik Feri feljebb ment. A nyuggerek idáig jutottam. Különben ott van a kilátó. Igen, csak különben. Jó, én megmutatnám, hogy ott van a kilátó, tehát a gyerek az oda tart. Tehát mi félúton megálltunk. Az nem semmi. Fel a kilátóhoz. Nagyon. Rohadtul fújt a szél a tetején, amúgy. Voltak egy páram. Hát jó magas, azt meg kell hagyni. Körülbelül na, hány három, méter? 3-4 emelet volt, nem tudom, olyan 20 méter talán, nem aha. Tudom. És akkor ott mész föl. Uh-huh. Csiga lépcső végig? Aha, az komoly. Na, elköszönök, és most levallottuk. Viszont a mai nap vesztesége, hogy a túrázás alkalmával szeretett, imádott és eszmei értékkel bíró főbevalómat elhagytam, tehát ezt a párt. Úgyhogy most egy gyászperc következik. Nem tudom, kitaláljátok-e, hogy mi fog készülni. De mindjárt lelöböm a poént. Pillanat. Szóval bográcsgulyás lesz. A tűz már ropog. És majd még jövök. Ez még csak nagyon az eleje. Akkor átbízom.
marha husi. Annyira hangulatos itt egyébként, szóval itt a kertnek a oldalába van ez a kis bográcsozó. És ott oda is ki lehet ülni végül is. Meg itt is van kiülési lehetőség. Ez a fa is annyira érdekes. Igen, megkavarom. Igen, meg kell kavarjam. És vettünk hozzá különben ilyen kék frankost, vörösbort, ha már. Na így állunk, benn van minden cucc, most nem emelem föl a fedőt. Úgyhogy ez a helyzet. Na jó, azért mentettünk magunknak is egy kis bort, úgyhogy egészségetekre. Egyébként képzeljétek, egy váratlan vendég van. Itt kérlek szépen egy szúnyogcsípés, nem pattanás, mert az rajtam nem jön ki, viszont egy akkora bazinás szúnyogcsípés, és tudom is, hogy mikor, amikor a Balatonban úsztam, és konkrétan azt hiszem, hogy a szemembe repül, de ide repült a rohadék, úgyhogy most azt csináltam, hogy itt van nálam a niacinaminos szérum, azt tettem rá a C-vitaminos szérumot, és ez a The Ordinary-nek a, mind a kettőnek a széruma, ezeket hoztam el, és most meg fogkrém. Egy Senzodune fogkrém, úgyhogy nagyon remélem, hogy elkotródik innen ez a förmedvény, mert nem bírom. És prost. Háttérben mennek a munkálatok. Rotyog. Ahogy annak rotyognia kell. Így a bográcsozás melletti program, még a kertből a gyümölcsszedés. Na hát ez az, ami nincs otthon, sajnos, és hiányzik. Petketépkedés az én feladatom lett, úgyhogy most így egy kézzel nagyon nehéz megmutatni, de így kitépsz belőle egy picit, és már dobod is félre. Megint kitépsz belőle egy picit, és dobod is félre. Csipetkét csináltam. Nagyon elmentünk a jóra, gyerekek. Szerintem, komolyan mondom, a tökéletes csipetke. Tehát ennél jobban nem lehet. És most azt csináljuk, hogy itt egy kicsit még szárítjuk, mert kb. 10 perc kell még, hogy betegyük a bográcsba, és már nagyon jól állunk. Bizony, már a finishbe kanyarodunk. Már a finishben vagyunk. Zétek el, a finishbe értünk. 5 vagy 6 perc, és kész. A remek mű, és nagyon-nagyon finom lett, mert közben természetesen kóstoltuk, úgyhogy a következő bejátszás már az lesz, hogy tálalunk. Most már csak a csipetkére várunk, hogy végre puhább legyen. De én már éhen halok. Kezett. Megérkezett. Megérkezett. Íme. Nézzétek meg, milyen gazdag. Wow. Jó étvágyat kívánunk. Ezt a vlogot, a mai napot itt fogom lezárni. Sziasztok!